Anier teszi középre, és ott a gól. Megszerzi a vezetést az észt válogatott, az érkező Lutz a 20. percben. Elmélázik a magyar védelem a jobb oldalon, és bent középütt Kádárt is megelőzi az érkező Lutz. Észtország megszerzi első gólját a Nemzetek Ligájában. És ez a gól vezető gól, és a látottak alapján, ha nem is azt mondom, hogy érett, de benne volt a levegőben. Egész egyszerűen ezt nem szabad hagyni. Sem azt, hogy így bejöjjön a labda középre, sem azt, hogy így megelőzze Kádár Tamást Lutz. 1-0 nem ide. A negyedik gólja ez a válogatottban Lutznak. Eddig a Tadzsik, a horvát és a Gibra lehet jó. És talán kapuig lehet menni. Ott is az egyenlítés. Bravo! Nagy Dominik góljával kiegyenlít a magyar csapat a 24. percben. Az első valamire való magyar támadás egy nagyon-nagyon pontos lövéssel. Nagy Dominik igazolja csapatba kerülésének jogosságát, helyességét. Itt egy védelmi hiba, Szalai még valahogy hozzáér talán. Nagy Dominik kilép, és mielőtt becsúsztának, utolérnék. Estében 16 méterről szépen kilövi a hosszú alsó sarkot. Gyönyörű lövés, fontos találat. Itt az egyenlítő gól, nem sokáig vezetett Észtország, hál' Istennek. Barátnak magas, visszafejelik Szalai, Szalai még, és gól! Nem volt les ezek szerint, Szalai pedig az 50. válogatottságán gólt szerez. Csak úgy, mint évekkel ezelőtt Hajnal Tamás is az 50-en, az akkor győztes gól volt. Szalainak ez a 16. gólja a válogatottban. 6 meccs után újra eredményes címeres meccsben. És az első szöglet röviden lett csupán mentve. A csapatkapitány Szalai pedig addig-addig emelgetett, amíg a léc alá terelte a labdát. Na nézzük meg itt, hogy mi történt. Kiüti a kapus a labdát, és bizony nem volt les. Szalai pedig szépen megoldja. Megpattan, ajjajajajajajajaj, te nagy pekünk volt. 2-2. Hihetetlen Gellert kap a labda, és Gulácsi fölött behullik a kapu bal oldalába. Hát ez most nem volt benne a játékban. Pikket ölelgetik, hát ő adta be. Jó ütemben kapja, és Pátkai lábán a labda olyan furcsa Gellert kap, hogy behullik a kapuba. Most hatalmas terület ott, azon az oldalon Gulácsi, ajajajajajaj, Kádár és Gulácsi mit csinálnak? Gól! Anier! 3-2 oda! Hát ez milyen egy limonád és herdülő gól! Hármat kapunk az észtektől! Eddig! Kósz a labda, megpattan, Kádár elengedi, azt hiszi, jön Gulácsi, Gulácsi nem jön, és aztán Gulácsi lábai között berúgja Anier. Észtország megfordítja a meccset, tehát lesz, ami lesz. 81. perc, Kovács, ott a fejes, gól! Kiegyenlít Szalai, 3-3. Szép volt, Szalai jött a rövid sarok felé, és megcsúsztatja a labdát. Pontunk megint van, de 3 kellene. Kicsit hasonlatos volt ez arra a gólra, amelyet a legutóbbi idegenbeli győzelmünkkor Rigában szereztünk Lettország ellen. Baranov lerántani sem tudja Szalait, aki megfejeli a labdát, és bizony most nincs a helyzet magaslatán, az észt cserekapus sem. Lepmec csak beljebb segíti.
Váratlanul kaptuk a harmadikat, de váratlanul is szereztük a harmadikat. De jól nézem, mindegyik szögletünkből gól lett eddig. 3-3. A hatoson belül Anier teszi középre, és ott a gól. Megszerzi a vezetést az észt válogatott, az érkező Lutz a 20. percben. Elmélázik a magyar védelem a jobb oldalon, és bent középütt Kádárt is megelőzi az érkező Lutz. Észtország megszerzi első gólját a Nemzetek Ligájában. És ez a gól vezető gól, és a látottak alapján, ha nem is azt mondom, hogy érett, de benne volt a levegőben. Egész egyszerűen ezt nem szabad hagyni. Sem azt, hogy így bejönjön a labda középre, sem azt, hogy így megelőzze Kádár Tamást Lutz. 1-0 nem ide. A negyedik gólja ez a válogatottban Lutznak. Eddig a Tadzsik, a horvát és a Gibra lehet jó. És talán kapuig lehet menni. Ott is az egyenlítés. Bravo! Nagy Dominik góljával kiegyenlít a magyar csapat a 24. percben. Az első valamire való magyar támadás egy nagyon-nagyon pontos lövéssel. Nagy Dominik igazolja csapatba kerülésének jogosságát, helyességét. Itt egy védelmi hiba, Szalai még valahogy hozzáér talán. Nagy Dominik kilép, és mielőtt becsúsznának, utolérnék. Estében 16 méterről szépen kilövi a hosszú alsó sarkot. Gyönyörű lövés, fontos találat. Itt az egyenlítő gól, nem sokáig vezetett Észtország, hál' Istennek. Barátnak magas, visszafejelik Szalai, Szalai még, és gól! Nem volt les ezek szerint, Szalai pedig az 50. válogatottságán gólt szerez. Csak úgy, mint évekkel ezelőtt Hajnal Tamás is az 50. az akkor győztes gól volt. Szalainak ez a 16. gólja a válogatottban. 6 meccs után újra eredményes címeres mezben. És az első szöglet röviden lett csupán mentve. A csapatkapitány Szalai pedig addig-addig emelgetett, amíg a léc alá terelte a labdát. Na nézzük meg itt, hogy mi történt. Kiüti a kapus a labdát, és bizony nem volt les. Szalai pedig szépen megoldja. Megpattan! Ajjajajajajajajaj! Te nagy petkünk volt! 2-2. Hihetetlen Gellert kap a labda, és Gulácsi fölött behullik a kapu bal oldalába. Hát ez most nem volt benne a játékban. Pikket ölelgetik, hát ő adta be. Jó ütemben kapja, és Pátkai lábán a labda olyan furcsa Gellert kap, hogy behullik a kapuba. Hatalmas terület ott. Azon az oldalon Gulácsi, ajajajajajaj, Kádár és Gulácsi mit csinálnak? Gól! Anier! 3-2 oda! Hát ez milyen egy limonád és herdülő gól! Hármat kapunk az észtektől! Eddig! Kósz a labda, megpattan, Kádár elengedi, azt hiszi, jön Gulácsi, Gulácsi nem jön, és aztán Gulácsi lábai között berúgja Anier. Észtország megfordítja a meccset, már lesz, ami lesz. 81. perc, Kovács, ott a fejes, gól! Kiegyenlít Szalai, 3-3. Szép volt, Szalai jött a rövid sarok felé, és megcsúsztatja a labdát. Pontunk megint van, de három kellene.
Kicsit hasonlatos volt ez arra a gólra, amelyet a legutóbbi idegenbeli győzelmünkkor Rigában szereztünk Lettország ellen. Baranov lerántani sem tudja Szalait, aki megfejeli a labdát, és bizony most nincs a helyzet magaslatán az észt cserekapus sem. Lepmetz csak beljebb segíti. Váratlanul kaptuk a harmadikat, de váratlanul is szereztük a harmadikat. De jól nézem, mindegyik szögletünkből gól lett eddig. 3-3. Hatoson belül Anier teszi középre, és ott a gól. Megszerzi a vezetést az észt válogatott, az érkező Lutz a 20. percben. Elmélázik a magyar védelem a jobb oldalon, és bent középütt Kádárt is megelőzi az érkező.